A hazai vállalkozási szektor alapvetően férfias szektornak nevezhető. A vállalkozások 50%-ában csak férfiak találhatók a menedzsmentben. Ez az arány az elmúlt években változott. 2010 környékén a vállalkozásoknak csupán a 10%-a olyan volt, hogy a tulajdonosi szerkezet hölgyekből állt. Ez az arány fokozatosan növekedett az elmúlt években. 2020-ban már a vállalkozások 14%-a olyan, hogy csak hölgyekből áll a társaság. Érdekes módon a vegyes vállalkozások aránya csökkent a legjobban az elmúlt években. Ez azért különösen érdekes, mert a cégkonszolidációs folyamat következtében az elmúlt években a mikrovállalkozások aránya csökkent, összességében a nagyvállalkozásoknak a száma növekedett a cégbázison belül, hogy azoknak a vállalkozásoknak a száma, ahol több a tulajdonos, több a cégjegyzésre jogosult, elvileg azt kellett volna okoznia, hogy a vegyes vállalkozásoknak a számának is növekednie kellett volna, és nem ezt tapasztaltuk, hanem a vegyes vállalkozásoknak az aránya visszaesett. Ez különösen érdekes például Budapest tekintetében, ahol szintén a nagy vállalatok jelentős része megtalálható, de például Budapesten a legalacsonyabb a vegyes vállalkozásoknak az aránya, ahol férfiak és nők is megtalálhatók a menedzsmentben. A ágazatokat vizsgálva azt látjuk, hogy az egészségügyben, oktatásban és a személyszolgáltatásban van a legtöbb olyan társaság, ahol a tulajdonosi szerkezet tisztán hölgyekből áll, tehát az a leginkább női szektorok. A férfias szektorok nem meglepő módon például a bányászat és az építőipar.